2017. november 18-án és 19-én az FTC tekepályán rendezték meg a kelet egyéni döntőt serdülő és ifjúsági versenyzők részére. Rákos hegyről 7 leány és két fiú tekéző vehetett részt a megmérettetésen. Ifjúsági leány kategóriában a Rákoshegyi VSE egyes csapatának két játékosa is dobogóra állhatott, Tóbiás Anett ezüstérmet, míg Tóth Katalin bronzérmet szerzett. A serdülő lányoknál Bálintfi Szintia a negyedik, Pásztor Enikő az ötödik, Kis Horváth Luca a tizedik, Pap a tizenkettedik és Balázs Blanka Angéla tizennegyedik helyen végzett. Az ifjúsági fiúk közt Buga Márton 21 a serdülő fiúknál pedig Diviki Szabolcs 6 lett. Az országos egyéni döntőket két hét múlva december másodikán án és 3 rendezik, ahol a rákos menti tekések is elindulnak majd.